A Börgündi repülőtér egy korábbi katonai repülőtér helyén összesen 300 hektárnyi területen valósult volna meg az eredeti tervek szerint mintegy 15 milliárd forintos költséggel. 2008. szeptemberében arról szóltak a hírek, megindulhat az építkezés az Alba Airporton, miután a nemzetközi repülőtér megkapta a jogerős létesítési engedélyt. Az akkori tájékoztatás szerint 2010 első felében nyílt volna meg a nemzetközi repülőtér, amely elsősorban fapados és chartergépeket szolgált volna ki. A reptérépítés évek óta csúszik. A székesfehérvári önkormányzat szerint a befektető Alba Airport Kft. Miatt, pedig megvannak az engedélyek, a kiviteli tervek is. A közgyűlés ezért úgy döntött, peren kívül szeretne megállapodni a befektetővel, térítésmentesen adja vissza a városnak a területet. A befektető adja vissza mind a repülőteret, mind az ipari parkra vonatkozó területet, ez térítésmentesen történjen, és ez gyakorlatilag az elszámolást is jelentse a felek között, azaz a városnak se lenne követelése a befektetők irányába, a befektetőknek se lenne követelése a város irányába, viszont végre visszakerülne a reptér területe és az ipari park területe is a városhoz. Ha a tárgyalások nem vezetnek eredményre, jogi lépéseket tesznek az ügyben, tette hozzá Cserpalkovics András. Kíváncsiak lettünk volna a befektetők véleményére is, telefonon próbáltuk utolérni az Alba Airport Kft. Tulajdonosait. Álláspontjukról csak egy vasárnap kiadott közleményükből tudtunk meg többet. A cég MT-hez eljutatott közleményében az állők nem tehetnek a reptérépítés elhalasztásáról. Az elakadást részben jogszabályi késlekedés, valamint az önkormányzat bizonyos mulasztásai okozzák. Azonban igyekeznek a lehető legrövidebb idő alatt közös álláspontra jutni a képviselőtestülettel. A reptérépítési munkálatok egyelőre tehát még nem kezdődhetnek el. A beruházás előkészítésre egyébként eddig nagyságrendileg 2 milliárd forintba került. A tervek szerint az Alba Airport lenne Ferihegy után az ország második legnagyobb légikikötője. A jobb kihasználtság és a biztosabb megtérülés érdekében a légikikötő mellett mintegy 110 hektáron üzleti és ipari parkot is létesítenének.